Mis läks teh käest? Megőszi a bujkátom, bassz meg, de már kiszállítottam a telómat. Ők a legnagyobb akar csinálnak, amit csak akarnak. Beindult a biznisz, a dudás lekodéve. A sláger gyárpörök soha nem lesz vége. Eladom a lambomat és veszek még kettőt. Megtaláltam a bizniszt, a kurva mi pengőt. Mindenhez értek, egy polihiszta vagyok. Sosem vagyok egyedül, mindig itt vannak a spanok. A hátunk mögött csak azt a lomot írnak, hogy ajok. Ne szóljál be nekünk, mert egy bürodra csapok. A fegyver betározva, bekészítve a kocsiba. Ha betámadnak minket, csak előveszem nyugiba. Az utca harcosok, én mi sem vagyunk csicskák. Eltelt az idő, bőven leraktuk a vizsgát. Jegyezd meg, csöves a dudásik a bikák. Benézel a kocsiba, hátul ott vannak a picsák. Minden jobb, oké, jut, nem sajnáljuk a lóvét. A szexben nem a fontos, hanem a részvét. Eljött az este, leszállt az éjjel. Dudásik indult, ellen vannak pénzzel. Ne kérdezd fel őket, ha jót akarsz magadnak. Ők a legnagyobb akar csinálnak, amit csak akarnak. Beindult a biznisz, a dudás rekordé. A sláger gyárpörök soha nem lesz vége. Eladom a lambomat és veszek még kettőt. Megtaláltam a bizniszt, a kurva mi pengőt. Mindenhez értek, egy polihisztor vagyok. Sosem vagyok egyedül, mindig itt vannak a spanok. A hátunk mögött csak azt a lomot írnak, hogy ajok. Ne szóljál be nekünk, mert egy bőrodra csapok. Csumizlaktitek, szavaz dizájnál, szavaz tubi, csumizlaktiteket. Csak előveszem nyugiba az utca harcosok. Én mi sem vagyunk csicskák. Eltelt az időbőven leraktuk a vizsgát. Eljött az este, leszállt az éjjel. Tudásik indult, ellen vannak pénzzel. Ne kérdezd fel őket, ha jót akarsz magadnak. Ők a legnagyobb akar csinálnak, amit csak akarnak. Beindult a biznisz, a tudás rekordéve. A sláger gyárpörök soha nem lesz vége. Eladom a lambomat és veszek még kettőt. Megtaláltam a bizniszt, a kurva mi pengőt. Minden csumizdak, Willi, szavasz, állj, bint csumizdak. Mindig itt vannak a spanok, a hátunk mögött. Ne szóljál be nekünk, mert egy bőrodra csapok. A fegyver betározva, bekészítve a kocsiba. Ha betámadnak minket, csak előveszem nyugiba. Az utca harcosok, én mi sem vagyunk csicskák. Eltelt az időbőven leraktuk a vizsgát. Szavasz, Bencsi. Csumizlak mindenki. Mindenki csumizok, igen, izgi órák várnak yeah. ránk, a legizgibb órák várnak yeah. ránk. Yeah. Gang. Megyek az éjszakába, vezetem a bujkomba, fordulok a grúvra, a srácok alap csapizom, hé, nézzetek már dögök, figyusztok, mit hoztam, mi a fasz a sarkon, tényleg ott a góram, ezt csináljuk egész nap, csak szórjuk a cuccunk, ezek vagyunk kékek, beváltuk a sorsunk, fegyverek, szavak, más nyelven nem értünk fel, kóstolod a gengek, durván fellépünk, a fehérek a streeten, semmitől nem félnek, a lélákkal együtt a szárba belelépnek,
Kidejük a napjainkat, pörögnek a septek. Ha velünk üzlet, ezt nem nyertesek lesznek. Nem ám. Csuki nyomja mellékesben, ne gecsiz, mellesse. Bevándorol a csávú, de fehér a tenyere. Éjszakai levegő, csapja meg az arcom. A kocsiban az úzim, és mindig a maszkom. Gondold át néhányszor, hogy nekünk kettő párban. Meg kiszállunk a bolygból, nem ketten, de hárman. Tanti vagyok, és ha beszívok egy állat, szanaszette szép felem a fejedet a bánat. Óvatosban tajtom én a nőket, azt nem szerettem, ha a kocsimra rálőnek. Gyárom az utcát, terítem a cuccot, a tengerparton veszem meg a 2 eurós fuxot. Csörögnek a centek a taxióra. Ja, cuccutira nálad van a baj. Koposzóban dübörök, telefon, pénztárca, minden ami érték az utcán. Csumizlek Szilveszter, kösz a követést. Fegyveropogásra kelek, fekszek, üdvözöl a gettó. Én így szeretlek. Atti vagyok, a csapatom a kékek. Ne kóstolj fel bennünket, én komolyan kérlek. A csontörő bátor tényleg senki sem véd. Megvágod, amit mondok, biztos, hogy érted. De fogunk ásni, ha az utcánkon krúzolsz. Még akkor is, ha a zsekákkal smúzolsz. A bukmanere fúlos, ami a szíteket járom. A pornokazettákat meg hobbiból vágom. Sirén a hangja, töri meg a csendet. A zseka, valaki törőt mondom kerget. Minden sarkon lőnek, mint az állat. Tien az a gettó, de egy torcsa. Csumizlak Snowfall. Szevasztok, hát az van, hogy nincsen csík. Meg hogy szomjan halok, az is van. Igen. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ennyi volt. De most szerencsére volt annyi eszem, hogy még mielőtt meghaltam, magamra hívtam a mentőket. Adj neki egy 200-ast! Már csak azt remélem, hogy jönnek is. Ami mondjuk jó, mert egy mentővel fogok tudni bemenni a városba. Egy mentőt meg csak nem állítanak meg. De igen. De már hallom a szirénát. Hallom a szirénát. Nem talál a mentős. Most mi a fasz? Mi a fasz van?
Köszönöm. Timo szán nincs hozzá? Most a mentős nem beszél, vagy? Nem értem, hogy mi történik most. Jó, lehajlok az úrhoz. Rákötöm a pulzoximétereket. Ennyi. Úgy ne látom is. Ja, nem látod. Szomjan haltam. Jó, semmi. Így ne, minden a legnagyobb rendben. Hogy ne jó. Na, eset úgy gondolom az úrnak a vércukor szintje vagy. Ajaj, na nézzük. Kezdem az úrélesztést. Hogy ne. Rendben a légutak tiszták, úgy láttam, óvatosan a hátára fektetem az urat. Rendben. Enyhe lélegzést tapasztalok, elkezdem a mellkas kompressziót is, mehet is az 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, azaz úgy, hogy köhögje ki. Hogy ne, köhögje ki. Tengermély tisztelet. Mi történt? Nem emlékszik valamire? Sok sós vizet nyeltem. Azt a betyáros meg a mindenit. Igen. Hát minek kellett sok sós vizet nyelni? Nem voltam a sós vízbe. És minek tetszett lenni a sós vízbe, uram? Hát nem tudom. Na ez egy jó kérdés. Főleg itt ezen a környéken. Ha jó balesetet szenvedtem. Milyen fájdalmakat tetszik tapasztalni, hallgatom. De hát, igazából a sós víztől kavarog a gyomrom egy kicsit. Szeretne egy gyomormosást? Nem, most nem szeretnék. Rendben, adok magának egy kis egy hasajtos tabletet, majd kinyomja magából, rendben. Meddig fog tartani? 7 óra múlva megteszi a hatását, és akkor a 2 órán túl egy óráig fog menni az úrnak a hasa, utána meg adok egy kis széntabletát, azt kéne bevenni. Rendben van. Na, jó, akkor adad és adom magának, tessék elvenni, kérem szépen. Köszönöm, doki. Nagyon szívesen. És az úrinál hogy fog tovább menni? Hát remélem, hogy a város fele megy. Hát meg lehet. De akkor csatlakoznék. Tessék jönni, tess beszállni akkor. Hol rakhatom ki az urat, vagy hol rakjam ki? Nem is tudom, a nagy parkolóba. A nagy parkolóba ki tudna rakni, doki? Hát persze, meg tudom oldani. Köszönöm. És így indult el Tipsy a város fele. Tökéletes terve az volt, hogy egy mentőautóval viteti be magát, mert így a legkisebb feltűnést fogja kelteni. De Tipsy tovább gondolta, még a szirénát is felkapcsoltatta a mentőssel, hogy meg se állítsák. De mindig az volt az álmom, hogy egy mentőautóval menjek, ami szirénázik. És minek akar maga egy mentőautóval menni, ami szirénázik? Nem tudom, olyan menők a mentősök. Köszönjük szépen. Tipsy büszke volt az agyára, hogy milyen könnyen túljárt a mentős eszén. Most... Szerencsére nem mint beteget szállítom magát, hanem mint barátot. Mint barátot, igen. Kiállítana meg egy szirénázó mentőt. Az bebaszna. Nagyon durva, hogy maguk hogy tudnak vezetni. Hát, muszáj már, el kell tanítani. De csinyád, bínyád az alapdolgok, mert tudja, hogy bár.
Kösz szépen, Doki. Nagyon szívesen. Csumizlak. A további szép napot kívánok. De rég ültünk ebbe a kocsiba, mi? El kell menni kaját venni. Piát venni, kaját venni. Az biztos. Azt hiszem, kerülni kéne a feltűnést. Úgyhát Tipsy a legkevésbé feltűnőbb autóját választotta. Bassz meg! Jé, itt a kabátom! Szavasz, Hunnia! Pedig néhány nap alatt tuti el fog temetni. Sok lesz az öröm, de nem fogsz majd nevetni. A zsekák a cellába be fognak tenni. Gangster akarsz lenni, az utca királya. Arra vigyázz, hogy ne kerülj a nyába. Az utca szabályai nincsenek leírva. Látom a szemed, már tuti ki van sírva. Kitüttet a rendőrt, leszúrtak a klubba. Nem engednek be a fedközös klubba. Mit hittél, haver, hogy főnöknek születtél? Úgy, hogy a munkahogyig még el sem értél. Drágák a kocsik, nincs kettő fegyverem. Ilyen is tisztel nem lesz a legjobb emberem. Tudom, faszomba vagyok enni, meg inni. Nem mondom, hogy streamer vagyok. Ha nem simogatnak, én mindent itt hagyok. Ilyen, mert a város, ami próbára fog tenni. Ha igazán tökös vagy, akkor fog itt menni. Nem ez az a kenyó, ne csicskulunk neked. Mert lobot tartod, az 5000
játszom. Ha belépsz a városba, gondold meg, hogy mit teszem, mert a buti minden kívül itt más tuti nem eszel. Yeah! De az Csajkó! Kipa kápszer, pucira válogatják össze, amit persze nagyban lettél hirtelen, azt beszélik róla, honnan van minden, hogy szétes a házad. Elmes a BMW, ami ott tartunk nálad. Jobb az jobb, mindenhol bele fogsz bukni. Egy embertől nem lopott, csak hívják, hogy Mutyi. Jaja, sikerült bizony. Jó viszlögtök, segíthetek? Haló, légy, a magánparkolóban elparkoljatok. Ügyfél vagyok. Oké, ott az ügyfélnek elől a parkoló, de ide, ha lekérjük kocsit, a tégeset, akkor össze fogja törni, és akkor nem szeretnénk a bajnét. Hát honnan kéritek le? Hát innen, itt van a lekérő. Milyen lekérő? Hát a kocsi lekérő. Tudod, hogy a céges kocsit le tudod, be tudod igényelni, hogy szeretné vele menni. Itt kell mondani ennek a falnak? Igen. Hát jó. Jó, de csak most mondom, hogy ne legyen belőle probléma, ha összetörik. Jó, van, arrébb megyek. Kösz a követést, az Dorland. Öcsike, neked is kösz a követést. Szevasz, szevasz Allen. Alien, bocs. Ugye Alien, igen. Nem dolgozik itt senki, vagy mi a fasz? Fasz. Kümézlek, Arki. Mert ennél jobban nem tudom nem jutolni. Dolgozik itt valaki? Csubi. Kümézlek. Olyan pillanatban zárva van az ágyban. Tehát kérdezzem már meg, egy tűrnyőtök van amúgy? Nincs. Hát jó van, Kümézlek. Jelen pillanatban vagy. Marzsadában 100%-ot találsz. Tessék? A Marzsadában 100%-ot találsz. Nincs hozzá elérhetőséged? Nincs olyan. Ja, persze jöttünk, csak azt mondod, hogy jó, van, csúmis lettiteket. Szevasz, Mókus! A hívott Mutyi GSM előfizető pillanatnyilag nem kapcsolható. A hívott Mutyi GSM előfizető pillanatnyilag nem kapcsolható. Ezen a számon Mutyi GSM előfizető nem kapcsol. Ezen a számon Mutyi GSM, a hívott Mutyi GSM előfizető. Az összes barátom ráér. Kapcsolható. Köszönöm, Alien. Meg van csinálva. Csajkó, kösz szépen a 15 bitet. Varoda, elmegyünk a faszomba. Got some fun, no rest, no more, take me down, down to you.
Haráljam? Vicces volt? Tibzi chat, vagy Tibzi hangján narráljam, vagy narráló hangon? Tibzi elindult, saját kezébe vette az ügyet, hogy egy tőernyőt szerezzen, így hát elindult a varrodával. De ámúgy közben eszébe jutott, hogy nem tudja, hol a varroda. De megtalálta. DC-n nem. DC-n csak saját zenék vannak. Na, van itt valaki? Nyitva van. Hogy nyitva van. De belenézünk. Levágott csirke. Wow. Citrom. Imádom a citromot. Nagy gangster voltam ma is. Kero, nem működik a link. De köszönöm szépen. Kumislak, Kero. Hello, van itt valaki? Hello? Valaki? Hello? Valaki? Senki? Tibzi elindult a tequila lába, mert eszébe jutott, hogy szomjas lesz. Kero. Kumizlak titeket. Mit adhatok, mondjad? Kumizlak, szeretnék kérni 5 alkoholmentes sört és 3 steaket, de nyersen elviszem, mert én szeretném megcsinálni. Ötös 120 euró lesz akkor. De adom is. Tessék.
Tele van a zsebem. Az lehet. Akkor hagyok itt neked egy... Vagy esetleg kivigyem az autóhoz és belerakod esetleg? Parancsolj, ide lepakoltam. Ez volt a zsebembe. Parancsolj. Tudjátok használni szerintem? Nem tudom, hogy mi az. Egy kis csirke meg citrom. Majd kiderül. Adjátok a kutyáknak. Csumizslak. Hello. De király, hogy így rekeszbe teszi, ez kurva jó. Devilista! A Sugar Daddy! Megjött! Ezer éve! Daddy! Csumizslak! Szevasz Lacus! Jól vagyok, köszönöm. Hey, Rasta! Rasta csávó! Csumizlak, Dög! Csávó, jaj, ez. Figyelj már, Dög, nem tudsz szerezni egy törnyőt? Nem, de is. Na, jó van akkor, csumizlak. Komoly. Mit fogsz? Ha most úgy nézek ki, hogy valami egy törnyős. Hát mondjuk nem. Na mindegy. Jó van. Most mit nem mindegy? Most te rajtam röhögsz, Dög? De ahogy is. Na jó van, csumizlak. Csá. Halló, Dög, csumizslak! Mi van? Ja! Figyelj már! Halló, nem tudsz szerezni egy törnyőt? De! Hol találkozunk? Csövesnél. Hát, nem kéne. Miért? Hát, mert tegnap elraboltam egy rendőrt helikopteren, és még nem találtam meg, érted? Jó, tengem is követ, nem szolgál. De jó van, akkor ütünk a szabadságért, nem? Persze, kurvára fognak bevinni. Jó van, csumizslak, akkor ott találkozunk. Vigy a paladik összekövetést! Bőgesd már a zenét. Tudod, bőgetem a rakról. Labudj van. Jó. Az a helyzet, vigyázz vele, mert ez egyedi. De annyira nem egyedi jöttet csináltad lepedőből, ugye? Vársz valamit, haver? Táp. Mi van, kell valami? Akkor told a rám a bringát. Kösz. Az a helyzet, hogy a tiket kicsik 300 szentem, de az egyik gondban. Ja, jó, van, ez jó. De nem használt, nem? Nem hiszem, mert tudom, még nem használt. Tudom, utalni, Dög. Tudom, ja. Már én mennyi is? Azt hiszem, hogy 282 a vége. Este? Ja. Szerintem bármelyikre. Hát, csippant, spacit.
Tessék. Szerintem még nem hozta. Kösz szépen, Dög. Nem próbáltam, megmondom őszintén. Bár akkor már nem is lehetne. De ez mondjuk igaz, akkor vajon ki tudja, hogy érted, soha nem tudják egy ejtőernyőről, hogy jó vagy nem jó. Hát amíg ilyen be van csomagolva, meg ott látod a kiúszható zsinort, addig szerintem jónak kell lenni. De az se biztos, nem érted? Hát mondjuk rá attól függ, hogy a varodások mennyire bírják a sekákat. Hát mindegy, haver, most már megvetted. Jó, hát ha nem jó, úgyis megkereslek. Na csumis le! Hogy kell? Persze. Kajászunk egy kicsit. Köcsök kuka beállt a helyemre. Mi is lak? Nem, mi a helyzet? Te veled mi a helyzet? Hát semmi extra. Megúsztuk tegnap a Kevinnel. De hol vagytok? Hát én most a gymbe jelenleg. Megyek oda? Nem, merre, merre, halad. Tumi. Tipzi elindult a gymbe, hogy megkérdezze, mi történt a pénzzel tegnap. Klubom, az lesz a neve Vanilla. Annyira komoly hely lesz, nem mehetsz meg annyiba. Ha egyszer leszek klubom, ott kárgyi fognak táncolni. Annyi jó csaj lesz, hogy nem győzött meg számolni. Ha lesz egyszer egy klubom, csak menőkocsik lesznek. A Lambónak az idésén folynak szét a percek. Ha lesz egyszer egy klubom, koktél lesz a pultnál. Chili villi minden előbb megkapott a szornál. Vanilla unicorn, de nem egy csöves kocsma. A legszorabb sávoknak indult van a sorsa. Mi is lak rota gibla? A gangster az asztalra hoztja. A gárcsi neve Olga, honnan jött Moszkva. Annyikor van az asztal, de neve már stráda. Szóba jöhet a fekete, a vörös és a sárga. Elmentek hátra, lett lerántja. Nem finnyás a gárcsi, mehet a szájba. Ha lesz egyszer egy klubom, az lesz a neve Vanilla. Annyira komoly hely lesz, nem mehetsz meg annyiba. Ha egyszer lesz egy klubom, ott kárcsi fognak táncolni. Annyi jó csaj lesz, hogy nem győz. Ha lesz egyszer egy klubom, csak menőkocsik lesznek. A Lambónak az idésén folynak szét a percek. Ha lesz egyszer egy klubom, koktél lesz a pultnál. Chili villi minden előbb megkapott, hogy szólnál. Úgy hívják Vanilla, ide öltönybe kerülöttem, jöjjön sok tipa. Nem hozhat be semmit, mindent itt kell majd megvenned. A szendvicsedet csicsóró a parkba kell megenned. Ismerek egy helyet, úgy hívják Vanilla. Tere van csajokkal, nem vicc ki van írva. Nem foglósod őket, mert le lesz fedve a mesén. A kultosan ital a prololvassa a mesét. Ismerek egy klubot, úgy hívják Vanilla. A koporsok nem jönnek, nekik soha nincs itt van. Ismerek egy klubot, úgy hívják Vanilla. Az éjszakában egy ötcsinagos villa. Kifekszel a zenétől, ami meg van írva. Táncsolnak a csajok, hogy el ne durran síra. Itt van a te klubbort, úgy hívják Vanilla. Estékét itt a buli meg van nyitva. Dagadunk féluval, lesed majd a csajokat. Jönnek dudásék, hozzák a spanokat. Lesz egyszer egy klubbort, úgy hívják Vanilla. Razziázz itt,
itt nem fog soha kézmes pista. Bassz meg. Minden fasz a meló, vagy minden, mondjuk ma kurva fáradt voltam. Nem is voltam benne biztos, hogy lesz stream, de mondom, aztán megerőltettem magam. Elég izgalmas lett tegnap a vége, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ez azért megérdemel egy folytatást. De bemegyünk tankolni a zsekákhoz. Az üzenetek betározva, azzal lesztek elárasztva. Mi vagyunk a legnagyobbak, a tudás égszik taposnak. Elég volt most már ebből, a jövő most eldől. A kács pakli feldől. Hehehe. Hozd meg ott a pisztoly a kezembe, geci! Te tépzítem, ekkora egy hülye faszfej vagy! Na nem áll! Basz meg! Köszönöm! Azonnal gyere ki a gym elé, baszd meg! Egyszerre klubom, az lesz a neve Vanilla. Annyira komoly hely lesz, nem mehetsz meg annyiba. Ha egyszer lesz egy klubom, ott kárgyi fognak táncolni. Annyi jó csaj lesz, hogy nem győzött vagy számolni. Ha lesz egyszerre klubom, csak menő kocsik lesznek. Ha lambul meg... Te baszd meg, ez még a tegnapi! Itt a rendőrség, felszólítom a gépjárművezetőjét, hogy húzódjon félre. De azt tudom, hogy mi a helyzet? Erőszak lesz a vége. Gyuri már van a helikopterben. Mi itt vagy? Vagy mi van? Szívroham? Halló? Na, no, nem ilyen helyzet. Baszki, berekedtem. Ja. Talán csak vadászpuska van. Hát, az is jó valamire, nem? De nem. Hogy nem? Na, egyrészt a sortú pontatlan. Érted, emberre nem jó. Basz meg! Mit gondoltál, miért akarom tudni, hogy vele nálad fegyver? Hát mit tudtam én, hogy te mire akarod? Mutatóba, basz meg! Ja. Nagy a baj. Az van, tegnap elraboltam egy rendőrt, kértem egy helikoptert, elvittem, kihajítottam a vízbe. Voltam végig, igen. Álljon meg! Haló? Álljon meg!
Ha, ezért valamit? Hát, nem tudom. Hát, ahogy elnézem, nem. És mit csináltál egyébként? Hát elmenekültem tegnap. Na jó, de hogy találtak meg most? Hát nem tudom, megálltam tankolni egy boltrablás helyszínén. Ez most komoly? Ja. Vagy a gáz hallod. Két autó, meg egy helikopter, ahogy nézem. Igen, nagyon jól érzed. Segítsük összekövetést! Kapaszkodj, Dénes! Ja, oké. Te terved is van, vagy csak megyünk? Hogy ne lenne? Több rendőr volt már. Te mi? Több autó jött. Egy autó jött utánunk, meg azután egy. Azt is üldözték, gondolom. De most már csak egy van, meg a helikoptert se látom. Remélem nem fogják lezáratni ezt az utat. Ti miért nem váltunk akkor? Váltsunk? Hát, jó. Ez így veszélyes. Ott a helikopter. Én azt mondom, kockáztassuk meg. De... De akkor a helikopter miért vagy ennyi előre egyébként, és miért nem utálunk jön? Nem látom őket.
Jó, menjünk be a Brabusba, a régibe. Mi van, Dénes? Enyhezik valami közel olyan állapot. Tibi, hogy van az, hogy amióta ismernek, csak rendőrök ellen menekülünk egyébként? Fogalmam sincs. Mesélj, mi volt tegnap, megúsztátok? Ja, én kiúsztam a partra, a Kevin az visszament az autójához, kimagyarázta magát, azt mondta. Én meg egy tetőn bujkáltam egy órát. Mert végülis a helikopter kell a tetőjó a legjobb bujkálni. De akkor csak ez a kibaszott pénz nem lett meg, mi? A Ryan az aggódott, érted, azt mondta. A Kevin neki mondta, de mindjárt úgyhogy, felhívom. Úgyhogy odaadta nekik a pénzt, hogy mi? Ryan-nél volt végig. Nem tudom, nem értem már el. Ja, elkapták, mert a börtönbe adtam neki egy nyakast. Ja, akkor nincsen meg a pénz. Hát szerintem az nincs. Hű, geci. Éppen arról beszéltünk egyébként a többiekkel. Nem tudom, hogy te hogy vagy vele. De vannak ezek a rebel szállítások. Vágod. Ez mi? Hát ilyen pénzszállítás. Igen. Ja, érted, vagyunk mi kb. 4-5-en, vagy te, meg ott van a Kevin, meg a barátnője, hogyha úgy van. Te sok ember. Hát ott vannak még az énekem is haverjaim. Na hát akkor azt mondom, hogy abban van pénz akkor, nem? És van infót, hogy mikor lesz? Nem tudom, mert általában nézem ilyen hétvége fele szokott, amikor kifogy a város a pénzből. Akkor küldi le a mutyi az embereit. Mit mondtál? Ezt jól megmondtad. Hogy mikor van szállítás? Azt hiszem ilyen hétvégenként, amikor kifogy a város a pénzből. Sokan őrzik? Hát azt, ahogy néztem általában ezeket a rebelszeket nem. Mert akkor csak ATM-ban, tudod. Egyszer a Benji-vel figyeltük ezeket. Nem tudom, ismered a srácot. Hányan vannak körülbelül? Fogalmam sincs, azt mondom. 12-en, de nem tudom, nem számogattam 12-en? Őket. 12-en? Azt se 12-en? Azt nem őrzik? Nem tudom, érted? 12 állik felfegyverzett kommandós. Szerinted azt alig őrzik? Hát nem tudom, most kezdte le csak foglalkozni ez a témával, értem, nem csináltam ilyet. Basz meg, szerinted 12 ember, legalább kellenénk, vagy 16-an? Tehát nem tudom, ezt meglátjuk, érted? Csak hogy állsz hozzá? Vagy a meglepetés erejével támadunk. Arra vagyok kíváncsi. Hát benne vagyok amúgy. De az Csabika? Ja. És elő nem nyomhatjuk, érted? Kell a róvé. Ja, nekünk is felejé meg vagyunk szorulva. Én is meg vagyok szorulva. Ja, láttam, nincs is lemosva a lambu. Ja. Most volt mondjuk lemosva. Annyit teszik ez a lambó. Tudod, milyen nehéz tankolni ilyen üzemanyag árak mellett? Hát nem tudom, nekem egy Raptorom, azzal szoktam menni. Az is zavar rendesen. Csak én iszom a benzint, aztán tartalékolok későbbre. Kéne tankolnunk. Kéne csinálni. Mit szólsz hozzá?
csináljunk, csak nem tudom, hogy hogy. Ismered hát, a GTA 5-öt? Azzal játszok most. Igen? Ja. Nem, én csak a San Andreas-szal játszottam. Fel kéne hívnom a Lestert. Ott a játékban a fejmon Lestert, akkor nem köröznek a sekák. Tehát tényleg ez így van? Ja. De miért az beszél, hogy kinek az unokaöccse, hogy aztán azt mondják, hogy jó, akkor nem üldözünk? Igen. Ja, hát ez úgy kemény. Ja, figyelj, menjünk ki a motelzi, lepakolok, aztán veszek magamhoz fegyvert. Na, ez egy jó ötlet. Csak ékszerboltot ne menjünk, mert láttam, hogy már kétszer is kipakolták. Előbb tankolunk két, biztos, ami biztos. Megvédelek, érted, hogyha kell. Meg persze magamat is. Te hallott kicsit, te láttál már ilyen puskát egyébként? De amúgy még nem. De elég durván néz ki. Jó, csak egy töltetek. Szóval úgy tök jó az a kabát. Melyik? Az enyém? Jó. Persze, hogy jó van stílusom. Igazából anti-é volt, azért hordom. Jaj, jaj. Áldus, kösz követést! Én Istvánnak az orsogatjáit hordom, rohadtuk kényelmetlen, de legalább velem van egy részben. Hát, az biztos, mert hogy István nem sokat fürdött, az tuti. Már soha nem volt szokásom, mint gyerekkorában se. Egyszer bele akartuk közösen nyomni a vízbe, tudod mit csinál? Mit? Te felállt a víz tetejére, mint Jézus. Szóval akkor hívtunk hozzá először papot. Kilette magától a víz? Hát ja, egy ilyet állt a felszínen, akkor hívtunk először papot hozzá. Hú, valami komolyabb stukkert kéne magamhoz venni szerintem. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de kezd veszélyesedni a helyzet. Jó! Jó! Pazd meg! De akkor legyen háború! Gyere, Gyuri! Szevasz Maróti jó Bill, ővé, Marito, pasz meg, szevasz! User left your channel. Meg vagy? Hoztam magammal egy tojást. Én meg egy nagy gépágyút. Az minek? Hát, ki tudja, hogy mennyire fog bedurvulni a helyzet. Jó, meg is nézem, hogy...
Itt van a széken, látod? Wow! Ezt hogy csináltad? Rá akartam gyújtani, nem tudtam, hogy akkor nem akartam a lámbort összefüstölni. De ez mondjuk jó. De hova megyünk most? Több pénzt keresni. De rendben van. Parhát, kösz a követést! És... van ötletet, hogy keressünk pénzt? Hát azt tudom, hogy ez a két személyes kocsi. Ez két személyes kocsi, igen. Szóval... hogyha boltozni akarunk, akkor rá kell kötnünk a gumipokkal a csomagtartóra valakit. Na, igen. Ha nem, akkor talál ki valamit, te szerintem. Mi lenne, ha csak posztogatnánk? Hát jó van. Bár akkor lehet, hogy én is inkább ágyút hoznék magammal. Jó, akkor visszamegyünk a motelba. Nos igen, ez már zene, hülye gyerek. Nem, hogy dudásékat hallgatnál. De meg vagyunk. Ja. Jó, berakom a lábaim közért a sörétest értem, mert nem tudok vele hadonászni a kocsiba. Kevés a hely hozzá. És nekünk magyarázs? Én nem hallottam semmit. Akkor lehet csak zenét hallgatott. De hogy csináljuk? Én értem, nem csináltam ilyet, te littál szerintem akkor. Tankoljunk rá a kocsira. Sőt, lehet, hogy egy kanna benzint is vehetnél. Ha jó, akkor veszek fel pénzt. Annyit eszik ez a lambó, bazd meg. Te hallod, nincsen nálam kártya. Hogy nincsen nálas kertő? Ott hagytam. Tessék. Pillanat.
Jó, kösz. A benzint is raktál bele? Igen. Ha az lesz a szopó egyébként ezzel, hogy amikor kiszáraktad, akkor mindig ki kell vennem az ülésre a puskát. Úgyhogy ha úgy van, te szállsz ki előbb. Hát de hoztál fegyvert, nem? Ja, te sörétest. Na jó van. Csak látod, hogy alig bőjön vele mozogni, hogyha elő akarom venni, akkor így ide elő kell vennem lábaim közé a sorétest. Alig van hely azért. Nézd meg a verdás, van-e benne valami? Te az üdös. Te gumira nem telik neki, nem hogy valami a raktárba. Mondjuk az igaz. Mondjuk nem melósokba kéne keresni a nagy lóvét. Nem? Nem tudom. Nem valószínű, hogy stukkert találunk náluk, meg ilyenek. Tehát lehet, hogy fának látszászak a drogot. Hát mondjuk az is lehet. Jó, hogy rajtad meg maszkon? Jó. Yeah. Nem tudom, itt a városban van esélyünk. Tehát egy kicsit az autópályán, nem? Vagy lehet, hogy... hogy most csaptuk el a bizniszt. Figyelj meg. Nem nézzük meg? Nem ütöttük el. Hát, de... nem. Itt van, látod? Lehet, hogy motorra kéne egyébként váltani, nem? Hát semmiféleképpen. Nem. Jó van. Össze, ha üldözőbe vesznek a sekák, soha nem lépünk meg. A fehér BMW-t szedjük ki. Jó van. Nem vagy ment most valami. Az egy pizzás, nem? Vagy trokkfutár. Jó, végül is.
Csálljál meg! Te azonnal, meg különben... Meg különben kiszállunk. Különben lelövöm a spanomat. Hé, hey, mit csinálsz? Szálljál meg ki! Tja, most mi legyen? Tja, kezeket a kocsira, gyerünk! Kezeket a kocsira! Nem erre, a tiédre, erre, ez nehogy hozzányúlj ehhez. Tja, és most? Most megnézzük, mi van nála. Jaj, mindig kikapom a sonkászalmását. Találok egy... mi az? Bérlet? Jársz kondiba? Túl, ezt beteszem hátul ezt a sonkászalmát. Itt egy CD. Mi az a Dudásben CD? Te hallgatod őket? Hogyne, hogyne. Nagyon jól nyomják. Jó, van, menj tovább. Szép napot neked. Jó, hello. Cubizlak. De ez hallgat engem, hallod? Igen, ez kemény. Ja. Ja, ti az igazi munka. Pedig mérget vettem volna rá, hogy ide kanyarodott. Van jó, hogy ez egy Lamborghini. Jó, szerencse. Többbe kerül javítása, nem? Menjünk meg is javítatjuk. Ez nem igaz őzem. Szerinted van szerelő? Ott át kint, nem? Jó, és lehet, hogy neked van szerelő? Az a baj, hogy nem fogják elfogadni. Hűha? Hú, Mislák, szerelő vagy? Dolgozol most? Az nekem is jól lenne, mert átmentek rájöttem volna. Hát egy arabot hagyj írják meg. Hú, Mislák! Na jó van, nyomjuk. Egy kicsit a lökhárító megtört. Meg tudnád csinálni szerinted? Persze. Szép hangja van. Hát elég szép, ja. Faszolnak, hogy töltetett meg ez a Lamborghini. Micsoda? Hogy töltetett meg ez a Lamborghini? Szevasz, Funky! Hogy hogy született meg? Szintem. Hogy tölhetett meg, életed? Ja, hát úgy, hogy megtörtem. It's one. Kockafalkra lesz előtt fogadjunk. Nem tudom, mindenhol letöröm, érted? De van még egy pár, úgyhogy nem érdekel. Ja, hát akkor egyet adhatsz életet kölcsönbe. Tényleg? Mint kedved életed. Hát... kibérelhetett tőlem. De meg azt a mocit tőlem ott áll a mögöttem életed. Van mocim. De eladó az enyém. De van nekem is, miért venném meg? Picsába. Ez. Mennyivel tartozok? Ez százassal. Közd a csumizlák. Mi? Köszönöm. Folynak szét a percek. Ha lesz egy szerek klubom, koktél lesz a pultnál. Csilli villi minden előbb megkapott, hogy szólnál. Van a Unicorn, ha nem egy csöves kocsma. A legszorabb számoknak, mint ott van a sorsa. Paklikat igen. Vége van a Tarkovnak, Funky? Most már akkor jöhetne Kevin?
Hát egy Kevin mindig jó. Már üldöztek a rendőrök, megálltam tankolni, hallod? Helikopter jött, meg két autó. Hova indultunk? Ja, embert kerestünk. Jó, ja, az... Mire? Nem tudom, elfelejtettem. Kocsi szerelése, nem? Jára. Ja nem, kirabolni. Ja tényleg. Hát szerintem ezt állítom az előbb is, nem? Nem, az fekete volt. Hát én nem látom a színek között a különbséget. Ja, hogy felakadt a gáz. Jó van, Django. Mondd, az a hatszózat, hogy már volt valami. Hogy mi? Felakadt a gáz. De miről beszélsz? Néha csinál ilyet. És akkor most mi lesz? Hát bízunk a legjobbakba. Pedig nyomom. Jó, lassít az autó, akkor nincsen gáz. De csak nem kapott üzemanyagot. De bazd meg. De várjál, hozzáférek a motorhoz? Átromászok és kiszívom belőle a benzint. De szívsz ki, mi van, ha utána megjönnek a rendőrök? Hát így csak tudunk megállni. Hát de ha kiszívod a benyárt, akkor meg megállunk. Hát de akkor nem jönnek a rendőrök. Vagy mi? Jesszus Isten! Csak kézifékem van. Akkor húzd be! Lejárt! A próbál meg kirúgdasni. Est! Hát ez fék nélkül. Ja, király. Félre, nem mondom két se! Senki! Senki! Hello! Hello! Hello. Semmi. Jó, akkor én is így gondoltam, akkor arcra a kocsinak. Annak. Rendben. Most meg! Izgulok. Ne is gulj, minden jó lesz. Tehát ennél semmi sincsen. Akkor... Most miért nincs dolgozni. Meg ne fordulj, mert mesterlövések vannak itt. Jó, hát körülvettünk. Ja, akkor jó voltam? Ja, királyok voltunk. Szuper. Szóval Kevin, mi a helyzet? Nem, mit tudjuk a Tibivel? Fosztogatunk.
Több pénzt kell keresni, érted? Hát, ja, csak érted, Lambó. Ja, most éppen hajtunk az autópályán. Mondd el nekünk, milyen üldözésben volt részünk? Ja, hát az nagyon kemény volt, ha megint két rendőrautó jött utána, még egy helikopter. Hát most nekem ez a bal oldal, de én most szembe jövünk vissza. Ja, jó van, le kell tennem. Gyerünk! Hello! Literál a gól követést? Gyerjen félre! Te félreállni, testvér! Gyerj meg, gyerünk! Nem szórakozunk! Fordulj a kocsi fele! A te kocsit fele! Kocsinak háttal. Fordul. Úgy. Gyerünk, pörögjél, pörögjél! Mit szállítasz? Most megyek a csirkefarmra. Akkor további jó munkát és szép napot! Vigyázz magadra, csumi! Ja, jó egészséget, tanul! Hello. Hát Tácsán jött. Csumizlak! Jó, csá. Azt a faszom. Kiszállni, gyerünk, kiszállni! Miért? Tedd fel a kezedet! Miért szállják ki? Azért már azt mondtam! Gyerünk oda a kocsihoz, gyerünk, gyerünk, gyerünk! Te is szállják kifele, gyerünk! Telefont, meglátok véged! Jó, akkor segítek kiszállni, segítek. Melyik kocsihoz mi? Ide! Én jövök. Oh. Nézd át őket! Oké. Azt a geci. Tehát tapogatlak. Itt egy fejszét érzek, de semmi mást. Hát, igen. Te úgy viszont már van valami. De mi? Mindjárt megnézem, hát a nézés ez... Aha, ez egy Beretta. Az egy Beretta, így van. Ott maradni még. És mi a faszom van? Nem tudom. Ott maradtok, nem mozdultok. Így csak legyen. Úgy-úgy. Elvetted tőle? Persze, itt a kezembe. Viszont a spanyol nagyon ott állt. Baszki! Ó, király, csőre van töltve. A helit le kell ráznunk. Te leráztuk, nem? Egy ideig. Tibi? Igen? Nem fognak keresni időben egy fekete lambót egyébként, hogy elkezdtünk fosztogatni? Keresne. Hát mit tudom én, mondjuk, hát akinél fegyver van, meg hármasával mászkálnak. Ki a faszt érdekel? Úgy tűnt neked, mintha nagyon félnünk kéne tőlük?
Hát mondjuk elég balfaszok voltak. Ott van valami. Hol? Ott az UFO-s, ott van valami terepjáró. Hol? Én ott láttam az előbb egyet, ott a piros tábla vagy mi az az mellett, nem? Vagy ez nem az? Megnézzük. Erre gondoltál? Te már ki van rohadva. Ebben szerintem már nem is laknak. Nincs is rajta kerék, bazd meg. Menjünk vissza. Delik össze a követést! Jó szórakozást! De úgy mi a tököm nem mász ki egy helikopter az autópálya fele? Nem tudom, lehet, hogy még mindig minket keresnek? Hát de nincsen kiadva a körözés. Nem? Mondjuk az nincs. Te rendszámot leszetted? Ja, úgyis. Mi vagyok én, amatőr? Te azért mondom, még akkor az is kint van. De nem láthatta senki. Senki nem fordult a kocsi fele. Halló, tessék! Tumizlak, mondjad! Köszönteni? Hogy már régen láttad, és akkor köszöntsed őtet, hogy itt van a Béga városban. Fogom köszönteni, ahogy ráérek, de most kerget az egész mindenség, érted? A mafia? Nem, a rendőrség. Nem. Most le is kell, hogy rakjalak. Köszönöm! Kubi! Ezt nem hiszem el. Hát az tutira észre fog minket venni. Az asztalra hoztja, a gácsi neve Olga. Honnan jött Moszkva? Annyikor van az asztal, a neve Bárstáda. Töcsögött a telefonod? Szerinted minket követ? Cső, igen, ja. Visszafordul.
Várja, az előbb most bejött hozzá és hozzávágok valamit. Merre menjünk, bassz meg? Bassz meg. Na? Nem tudom. Húzódjon félre. Hát nem segített. Vagy de. Látod, hozzávágok valamiért, és egybe lehet tükrázni. Ez így fog működni mostantól. Szerinted lát minket? Miért, hol van? Nem tudom, csak hallom. Nem, mert itt pont fölöttünk van. Tibi, ott van az építkezés. Nem lehet igaz. Nem tudom, amit hozzávágjuk. Itt a benzines kanna maximum azt. Ó, bazd meg! Ez a kocsi nagyon gyors. Kötve. Jó. Visszafordultunk a városba. És mi a terv? Hát szerintem a egyenesbe fogjuk őket ott hagyni.
De mint, mint korábban? Igen. Kórház. Már kettő van. Most már csak egy. Köcs! Több fogom a... Te... Mi ez a kapaszkodót? Aha! Azaz! Emelték a tétet! Jó, már csak ez egy van. Igen. Viktor, Eleanor, Zoltán. Ki az még egy? Basd meg! A szarul állunk? Igen. Visszafordultunk a városba, a város felé. Húzódjon félre! Húzódjon félre! Húzódjon félre! Álljon félre! Tért egy harmadik kis bakker. Milyen harmadik? Te még egy ilyen Lambó formájú. Meg itt a helikopter is. Te ez egész kibaszott hadseregre te ránküldik. Te basz meg, mit csináljuk? Hát... Húzzuk össze a seggünket és csak lesz valahogy. Szancsik a VS István összekövetést. Nincs valami ötleted? A végső megoldás maximum, de másod nem nincsen. Nem szoktam ilyet csinálni. Az az ötös csillag van. Éppen leszted, baszd meg! Nincsen meg a szám, de tékomos vagyok. Meg. Te belém ragadt a szar, maradjunk annyiba. Te jó van tényleg, hát hányan üdvözlek minket? Ajaj.
túlszom van, közelebb ne jöjjenek! Túlszom van! Túlszom van! Túlszom van! Túlszom van! Segítség! Ne közelítsenek, túlszom van! Túlszom van! Mivel tartja fogjul azt az embert, tudom? Micsoda? Mivel tartja fogjul azt az embert? Az ujjával? Előre vegyen egy fegyvert. Túlszom van, itt van a kezedben a fegyver! Segítség! Nem hiszik? Nem látom azt a stukkert. Mert a combjában van szorítva. Igen? Igen. Mondd meg nekik, hogy így van, vagy lelőnek. Igen, így van. Tedjék le a fegyvert, vagy lelőven. Eressék le, vagy lelőven. Eressék le mindannyian, vagy le fogom lőni. Bazd meg, most mi legyen? Mi lenne a felajánlónak, hogy leeresszük, cserébe engedj el. Cserébe eressék le, utána átgondolom, ne közelítsenek! Segítség! Lerakom a fegyet, nézem, elraktam. Mi lenne, hogyha elengedné ezt az uram? És akkor mehet tovább, lassan. Mit szól hozzá? Innen már nincs felekvés. Ajánlok egy cserét, kedves uram! És ha lelövi azt az út, az a magával is végez. Segítség! Ajánlok egy cserét! Maga beül ő helyette? Nem. Ha nem? Engedje el a túszt, és akkor elmehet. Hova mehetek? Hát, ahova akar. Erre szava mondom. Ne sírjál, majd előlek, esküszöm! Legyél férfi! Tényleg vagyok. Ha elengedi, akkor hátrébb küldöm az embereket. Rendben van. Rendben van? Az összes ember menjen a kocsim elé. Mindenki. Jaj, ha mindenki ott van, akkor ki fog szállni? Jó. Az összes rendőrt megkérem, hogy a kocsi elé álljon. Jó? Ha mindenki itt van, akkor az úr kiszáll az autóból. És jelzem, hogy hátrafele fogok tolatni, úgyhogy ezt, amit kikerültem, ezt szedjék fel. Az autót hozzák előre, mert hátrafele fog tolatni. A szögesdrótot meg szedjék fel akkor. Nem néksz? Foglalják a rádiót, nem hiszem el. Szeretnék rágyózni! Geci, nem hiszem el amúgy. Na, köszönöm szépen, minden autó álljon ide a Lambó elejéhez, mert az úr hátra szeretne tolatni, és visszafele akar menni, viszont elengedi a túszt. Ez mekkora bluff volt, mi? Bazd meg! A kurva életbe! Most pedig szép lassan meg fogok fordulni, utána ki fog szállni a túszom. Előtte szálljon ki, jó? Előtte kiszáll. Az a baj, uram, hogyha most nem fogja írni nekem a túszt, akkor tűzparancs lesz önre. Azt mondja, nem akarom. Oda fogom adni én sem. Tudj, ne lőjenek rá! Azért mondom, hogy én próbálok önnek segíteni, de hogyha nem segít nekem, akkor nem tudok. Egy kicsit... Bízhatok egy kicsit... magába? Nem fogok, tehát eddig se basztattam senkit. Iradja, megfordul. Úgy fordulja, meg, rendben, megfordulok, meg, szép lassan. Pillanat. Jó. Jaj. Szálljon ki, akkor és akkor mehet, jó? De menjen el előlem. Jó. A helikoptert szeretném, ha leszállna az autók mögé, mikor elindulok. Uram, az a helikopter még a sengébe se tud lenni, olyan szar. Annyi, hogy engedj el a túszt, és akkor menjen. Szálljon ki, kedves uram, jó? Tömdik fegyvert fog rám. Gyere, fogjon rá fegyvert. Na, elengedi? Elengedem. Na, szálljon ki akkor. Csesemben. Jöjjön. Menjen.
nincsenek, megadom magam! Sayonara, köcsögök! Kibaszott kabát. Te bossz. Vajon látnak? Hát itt tűzharc lesz, nem fogom megadni magam. Azt meg mit kaptam! Kibaszott shotgun! Ti. Mi van Tibor? Sopja ki a faszom! Ez a shotgun bazd meg, ez nagyon... Ez nagyon imba! Leterítettem, testelőttem, van még vérnyomás és minden. Hát igen, ebből már nem fogok kihozni semmit, úgy érzem. Üdös életbe, Tibor. Uh-huh.
Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét. Jó, hát itt teszek rá egy nyomókötést. Itt vagyok lenne alatt. Itt a lábára, meg a gyomrára. Azt hiszem, hogy itt lábon lett durrantva. Vannak itt sörétek, az mindenfele. Maga az Tibor! Szólaljon meg. Mi? Te vagy a Santi? Magyar György vagyok. Jó napot kívánok. Hol voltál eddig? Mi? Megyek veled, Antti. Igen. Megyek veled. Ja, Tibor, ne bolcskodjon. Üdös életben. Pisti is itt van veled. Nincsen itt senki. Jó, ma nem fog elvérezni. Hát vagy a fasz se tudja, igazából. Útra szerintem. Itten van, itt fekszik. Ja. Itten teszem rá a kötéseket. Na, ez az. Hát, igen, hát azt hiszem, hogy most egy kicsit kutyaszorítóban vagyunk, hogy úgy mondjam. Egy, kettő, három. Már mondjuk van keringés, amivel még beszél, akkor csak itt ezért teszek rá egy szart. Hogy intézzem ezt el, ha nem halok meg? Ez az. Ez az. Belapjan, de maszkon rajt. Jó van, nyugodjon meg. Szorítom itt a sebeket, szorítom. Jó sok vért veszített a büdös életben, jó sok vért veszített. Hát az a soti az bazd meg, az elmebeteg. Ez az nagyon kevés. 25 méterről van táb bazd meg. Az kegyetlen. Nem vagyok én orvos. Nagyon jó lehet találni vele. Kell itt lövődözni. Nem tudta, hogy képzett vadász vagyok. Embervadász. Én, aki feltámadt a pokol legmélyebb bugyrába, majd doktor Magyar György. Nyír nyúlszüléztet húgyoztat. Én hozom el a szenvedést a bűnözőknek. Én vagyok az, aki megtisztítja a bűnös lelket mindenféle bűntől. Én vagyok a purgatórium egy személyben. Én vagyok Magyar György, a földje száll. Igen? Na majd megnézem, alig várom, hogy lássam. Én, Magyar rámrántotta György. Amúgy? Teli belőtt? Még csak. Vagy csak a szétszórodást találtam? Engem a bűnözők meglátnak, iramukban oda se tudnak telibe figyelni arra, mi? Amit csinálnak, mert az komoly rántás lehetett amúgy. A büdös életbe az, hogy rás mögé fognak kerülni. A gumibotom közvetíti az univerzum energiáit, amivel megtisztítom a bűnös lelkeket. A bűn számomra olyan, mint egy betegség, amire én vagyok a gyógyír. Én vagyok az, aki miatt az emberek megtanulnak tisztán élni. Én fogom megtisztítani a várost a bűntől, a kábítószertől és a munkanélküliségtől. Én vagyok az összes civilizációs problémára a megoldás. Biztos kurva látványos. Tájpó elhal. Most fogadjuk ezt, olvassa az meg. Aki kiolkotta másoknak az életét. Én Magyar György egy személyben. Elpusztítom az utolsó írmagját is a gonosznak. A gonosz lelkeket magamba szívom és átformálom energiával, amit a gumibotom segítségével a magam javára fordítok. Én vagyok Magyar György.
rettegik a nevem a bűnözőket, olyan vagyok én, mint egy főleszállt szuperhős, olyan vagyok, mint a Batman, csak sokkal normálisabb, jobb képűbb. Éjjel a várost járom, és a bűnözőkre vadászok. Én Magyar György, nem viselek állarcot, hogy mindenki tudja, hogy én vagyok az. Én Magyar György, nem búvok a hazugság fájtla mögé, hanem őszintén elmondom mindenkinek, hogy bűnös. A bűnös bűnhődjön. Ha visszanézzük együtt, ja. Bibliából meg, igen. Hát már. Én szerintem nem károm maga fajtáért, aki a másik életére tőn, attól el kell venni az élet kiváltságait. Arra a te életben tiszta vér már minden. Az én kezemhez annyi vér tapad, hogy azt már el se tudom mondani. Üdös spritzel itt a szomjából a pér, hát nyomom neki, de nagyon sok vért veszít. Rettenetes sok vért veszített már. Csupa vér az arcom, és tiszta vér vagyok. Tiszta vér én vagyok, olyan vagyok, nem bánom, hogy így alakultam, úgy hát várható volt vámpír. Mondjuk, hogy egy igazi vámpír. Előbb-utóbb elkapnak. Én vámpírként szívom ki a gonoszságot az elejéből, Tibor. Tegnap óta ment ez az üldözés, és azt hiszem, hogy nem takarékon. A földön és a világegyetemben véget vett. És nagyon-nagyon sok meg lett lőve. Kibaszott nagy menekülések voltak szerintem, óriás húzások. A tombjából nagyon sok vért vesztett, szerintem már nem tudja megmenteni. Azért megvizsgálom. Itt az esetteskából előveszek egy pulzoximétert. Nem CK. Ezt rárakom az úrnak az ujjára. Tipzi nem fog meghalni. A másik karaktert is fogok csinálni, nem fogom megölni Tibist. Jó, erősen fogja meg a nyakát. Hát én szerintem már nincs pulzusa. Vagy... Az úrnál sajnos nem tapasztalok pulzust. Nem ad vissza semmilyen életet az úr. Vagyok. Vagy Tibzi meghalt? Sajnos elvérzett, igen. Lehet, hogy Tibzi most meghalt? De. Egy rohanmentést szeretnék kérni a pozíciómra. Visszaveszi a magyar élet. Na mi helyzet? Hát ennyit tudtunk tenni, biztos úr. Hát nagyszerű, köszönjük szépen a munkájukat, hogy kifáradtak, hát sajnos. Ez történt. Legyen további szép napjuk és jó szolgálatot. Viszont látása maguknak viszont. Is. Aki a bűn útjára lép, az számoljon a következő.
User left or joined your channel. User left your channel. Azt hittétek mi? Hogy Tibzit megöli majd, hogy gyere! Hát nem. Viccet félretéve, mint ahogy mondtam, Tibzit nem akarom megölni. Azért nem akarom megölni, mert egy nagyon jó karakter. Viszont vége lesz, ez nem titok. Hamarosan vége lesz, és valami új veszi kezdetét. Természetesen valami olyan új, amit valahol legmélyebb mind vártok. És mind örülni fogtok neki. Úgyhogy úgy gondolom, Nem trafó. A fantáziátokra bízom. Ha legmélyen magatokban néztek, hogy mit akartok a legjobban, amit a legjobban akartok, akkor meg fogjátok találni a választ. Nem. Nem az, amit eddig meséltem, hanem amit tényleg úgy nagyon akartok. Akkor igazából teljesen egyértelmű, hogy mi lesz a vége. Én nem is húznám tovább ezt a streamet, azt hiszem, hogy kifulloztuk a mai napot is. Úgyhogy megnézzük még gyorsan a izét? Bányász. Igen, bányász leszek. Jó, akkor azt megnézzük. Ahogy Typol előtt. Azt mondja. Csinálunk egy ő felvételt, azt leszedjük. Itek, persze. Gondolom. Ja. Van mondjuk egy ember. Milyen ember a magyar? Kíváncsi vagyok, hogy mit reagált, amikor ejtőernyőzt. Beszarik. Amint emelked a tűz csapték. Hogy pedig szép lassan meg fogok fordulni. Úgyis elkapni előre rongolom az adalat szerintem. Tesszük egy ilyen. Kíváncsi vagyok nagyon. Hát, elkapsz akkor jó. Elkapom, persze. Oda fogom adni, és elkapok tűzparancsot. Hogy ne kapnánk el? Engedjük kérek a híd túloldalát, éjszak fele lefegeseznek. Negatív szükség. Fogadjuk valami ösmit, hogy a kurva Isten bassza meg. És van a túszunk, hogy valami ilyesmi. Pillanat. Kurva kíváncsi vagyok, hogy hogy lőtt le. Az biztos, hogy az kurva jól néz ki. Ez biztos. Ha nem lett a túszban, nem üdvözlik. De mely megy közelebb. Hát figyelj, Gyuri bá karaktere valakinek vagy bejön. Valakinek vagy nem. Most nagyon bölcset mondtam, mi bassza meg? Vicces is, mint a veszpalasz. Jó, visítás hallok itt. Na mi van, mikor indulok már el? Szövegkedem.
Yuri be karakter, szigor, amit képvisel, tetszik. Murphy, esküszöm, bármilyen csúnya rendesen összehoz a sors titeket. Szasza, felvigyelek magatot? Felvehet. Megadom magam! Kell a helikanyom, vagy most? Egy, ennyivel ugrott a... A büdös életbe. Jó, menjen akkor a helikopter, majd visszajönnek értünk. Hol az ejtőernyő? Ott van a kanyomba, éppen ejtőernyők lefelé. Itt előttük, helikopter alatt tudtok telibe. Folyóba fog érkezni. Aha. Mögöttünk ki, hogy Porsche! Jöjjön Gyuri, bár hozzunk egy interceptort innen a kámpírozáról. Na Mágus, gyere vele, azt mondunk egy hajó. Nekra, lőnek rá. Tüzet nyitott a helikopter, maradjatok ott, tartsatok számára. Tipzi kanibál, bazd meg! Rendesen, Tipzi kanibál! Amúgy nem akartam volna rájuk lőni, be akartam ülni a kocsiba. Volt egy gyors 911, meg egy Spider-es. Ők láttak engem? Hát szerintem én próbáljuk meg gyalogni, hogy ezt nagyon lőjön minket. 14. Nézd, Ruzi, valahol itt kell legyen. Itt, teli balatta. És itt láttam, hogy lefutnak. 14. Megpróbáljuk. Itt felment ezen a kis mosáson. Itt van, álljon meg Tibor! Tegye fel a kezit! Lőnek Rudira! Bazd meg, nem is látod, geci. Én mondtam, hogy a Mosberg leteríti. Mi van Tibor? Azt a kurva élet! Sok a faszom. Küldök egy koordinátát, letegettük az urat, ránk lőtt, hívok neki mentőt, meg küldök ide is egy koordinátát. Ez nem semmi lövés volt. Leterítettem, testre lőttem, van még vérnyomása és minden. Jó, hívtam mentőst. Írd elő, hogy helikopterrel jöjjön. Itt van a szabban, 918. Itt ne vegyek sértésnek, sokat ter... Hogy venném itt más sértésnek? Hát imádunk együtt terpézni. Dehogy veszem sértésnek. Üdös életbe, Tibor. Ja, kimaxoltam, ez tök nyilvánvaló, hogy Tibi ki van maxolva, igen. 5, 6. Teljesen. Jó, hát itt az az igazság, hogy igen, ki van maxolva Tibzi. Itt a lábára, meg a gyomrára. 2 éve, aha. Azt hiszem, hogy itt lábon lett durrantó. Szerintem, ja. 2 éve. Vannak itt sörétek, az mindenfele. Maga az Tibor. Lólaljon meg. Mi? Te vagy a Santi. Igen? Magyar Győd, Magyar Győd vagyok. Jó napot kívánok. Mi? Megyek veled, Antti. Amúgy szerintem a helit lerakhatnám valahova. Megyek veled. Kíváncsi vagyok, hogy gondolta-e, hogy CK lesz. Mentősök érkeznek már? Mentős életbe. Pisti is itt van veled. Fogalm nincs, elküldtem nekik. Nincs elég senki. Lőtt sérült, helikopterrel kell érkezni, mert ezen megközelíthető. Valószínűleg jó, nem fog elvérezni. Hova tudom leteni? Hogy a fasz se tudja. Igazán. Na jó van, srácok, nem akarom tovább streamelni. Ami nem az enyém. Kicsit itt megnoszogatom az úrnak a testét, így megdöbbentősen egy kicsit, mert... Kösz szépen mindenkinek, aki itt volt ma. Szerintem óriás menekülés volt. Óriás menekülés volt. Nem volt CK. Dilo, lehet beszélni, ha az RP úgy kívánja, akkor beszélhetsz bármikor. Nyilván azt nem mondhatod, ha lelőnek, hogy gyere majd értem a kórházba. Érted? Ez a különbség. De az, hogy te megszínesítsd az RP-t azzal, hogy most beszélsz, miért ne lehetne? Hát az ejtőernyőzést már nagyon régóta vártam. Jó éjszakát kívánok nektek, holnap megyek dolgozóba, szerintem ti is. Átmegyünk és nézzétek, hogy mit nyom Nagyi. Hashtag hiányoztál. Jó? Benyomjuk, hashtag hiányoztál? Nyomjuk meg, hashtag hiányoztál. Köszönöm szépen mindenkinek, aki jön velem. És csókollak titeket. Holnap találkozunk. Csumi.